Mai nap meg fogunk nézni egy Class One 24 gázkazán karbantartás előtt, meg után milyen értékeket mutat. Nézzük, hogy van-e értelme kitisztítani egy készüléket. Ehhez nyomva kell tartani a reset gombot pár másodpercig, és akkor itt ki fog írni azt, hogy teszt, és itt a radiátornak a jele azt jelenti, hogy max fűtési teljesítmény. Most kiszedtem föntről ezt a kis nyílást. Be is indult a kazán, ezt egyiket ide dugom, a másik megnézi, hogy milyen a bejövő levegőnek a hőmérséklete. Így. Jó, teljesen jó. Tudom, mennyire látszik. Amíg max teljesítmény. Meg is tisztán ő, úgyhogy. Ezt egy 4 fős család használja. 2 éve tisztítás nélkül. Egy picit talán majd állítani kell rajta. Jó. Ha most itt megnyomom itt a mínusz gombot, akkor ha mind a két jel itt van, a radiátor meg a csapés, akkor fűtési minimum teljesítményben lép a készülék. Mindjárt kinyomtatjuk mind a két értéket. Jó. Picit várni kell, hogy beálljon az érték. Szépen lassan. Szóval, hogy itt ezt, hogyha rátérünk, van wifi jel. Ez a kis jel, szimbólum azt jelenti, hogy nagyon takarékosan dolgozik most a készülék. Ég a láng a kazánon belül, és kis teljesítményen. Külső hőmérsékletet nézünk. Teszt is, ugyebár ahogy mondtam, hogy most ez minimum teljesítmény. Nagyon tisztán ég, szóval. A hatásfok, ezt kinyomtatom. Lehet-e jobb ennél? Lehet-e. Jó. Még a fűtési max teljesítményre is nyomtatok egy jegyzőkönyvet. Látszik, hogy minimum teljesítmény majdnem 4-5-re leesett a szénmonoxid ppm, úgyhogy ez jó. Még ki fogom még tisztítani ezt a szuper mágneses szűrőt, meg töltünk bele ilyen cuccokat is. Jó. És nagyjából beállt. Ezen is azért állítani kell. Minimálisan el vannak csúszva az értékek. Jó. Na, most nézzünk bele a kazánba, hogy mi van benne. Volt benne a csavar. Jó. Legyen az egy kipuzom. Jó.
Annak sem vész. Nem is olyan vész. Na jó. Nézzük meg először ezt a mágneses szűrőt, hogy mennyi dzsuvát szedett össze. Szerencsére itt van egy vécé, mondom, rögtön bele is fogom engedni, kecses mozdulattal. Nézzük, mennyi a víz. Jó. Picit töltök, hogy nagyobb legyen a víznyomás, mert úgyis ki akarunk engedni belőle, ezt már úgyis le fog esni. Már feltöltöm. Normál esetben csak másfél bárig kéne tölteni, de most csak azért, mert úgyis ki fog belőle engedni, egy picit magasabbra töltöm. Meg úgyis még rá fogok tölteni, szóval. Most el fogok elkezdeni engedni. Megjött ebbe a dzsúva. Nem volt vissza. Jó. És már csak ezt kell. Na. Itt a kupa kiavítsa.
ennek a töltőcsapnak elég nagy a holt játékos, szóval tölti az ember, türelmesnek kell lenni. Meg a kondenszifont is meg kell nézni, hogy lehet, mert elég koszos. Szóval... Majd mi töltünk rá, hogyha kell. Ezt érdemes kivenni mindig a